Elképesztő szociális érzéketlenségről tett tanúbizonyságot a balliberális ellenzék, ugyanis nem szavazták meg a minimálbér emelését. Ha úgy tetszik, ez nem is csoda, hiszen Márki-Zay Péter korábban kijelentette, hogy nincs is szükség minimálbérre, sőt, egyenesen tragédia volna, hogyha azt megemelnék. Tulajdonképpen nincs is mit csodálkozni, hiszen Márki-Zay Péter, aki a globalisták új üdvöskéje, szemléletére jellemző, hogy egyfajta vadkapitalista, neoliberális gazdasági szemléletet képvisel. Miközben szavazni kellett volna, összegründoltak egy nagy közös sajtótájékoztatót, ahol tulajdonképpen csak az derült ki, hogy fogalmuk nincs arról, hogy miről akarnak népszavazást tartani. Ugyanis Márki-Zay Péternek még csak az sem sikerült eltalálni, hogy hány napig jár ma Magyarországon az álláskeresési járadék. Gurmai Zita is bólogatott bőszen ehhez. Egy harmadik illető sietett segítségükre a sajtótájékoztató végén, hogy mentse, ami menthető. Neki sem sikerült eltalálni, és azt gondolom, hogy jól jellemzi a helyzetet, hogy végül Kunhalmi Ágnesnek kellett bemondania a helyes számadatot. Az egész Európai Unióban a legrövidebb támogatás 30 nap jár jelenleg az álláskeresőknek, ezt most a Covid idején állásukat vesztettek támogatására 90 napra szeretnénk emelni. Csak pontosítás, hogy természetesen most 90 nap az álláskeresési járulékenek az időtartama, és az Egyesült Ellenzéknek az a célja, hogy ezt 180 napra emeljük el. 270. Hát, hogy igen, 3-szor 90 napra. Így pontos. Bocsánat, 9 hónap, elnézést. Igen, tehát 3 hónapról 9 hónapra. Úgyhogy meglehetősen nevetséges és bohózatba illő jeleneteknek lehettünk szemtanúi, de most fordítsuk komolyra a szót. A Mi Hazánk mozgalom természetesen megszavazta a minimálbér emelését, bruttó 200 ezer forintra fogják ugyebár emelni, annak ellenére, hogy kijelentettük már korábban, hogy ezt nem tartjuk elégségesnek, illetőleg mi nem feltétlenül így nyúlnánk a problémához, hiszen Magyarországon nem csak a minimálbérek alacsonyak, hanem általában véve alacsonyak a fizetések, de az az alapelvünk természetesen, hogy minden olyan intézkedést, mint nemzeti ellenzéki párt támogatni fogunk, amely jó ennek a nemzetnek. És kétségtelenül az jó ennek a nemzetnek, hogyha a magyar emberek zsebében több pénz marad, többet kapnak az elvégzett munkájukért. Viszont álláspontunk a következő. Alapvetően kell hozzányúlni a bérek kérdéséhez, strukturális változásokra van szükség, mert mint az előbb mondtam, általában véve alacsonyak a fizetések, ezért a Mi Hazánk mozgalom nem is ért egyet Orbán Viktor azon korábbi kijelentésével, hogy az államnak nincs lehetősége beleszólni abba, hogy mekkorák a fizetések az országban. Az államnak csak arra van joga, hogy a minimálbért meghatározza, mondja ugye a miniszterelnök. Tehát nem a kormány mondja meg, hogy mennyi legyen a bér. Mert ha a kormányon múlna, lehet, hogy már háromszor ennyi lenne. De ez nem jó szándék kérdése, hanem ennek következményei vannak. Tehát, hogyha a bérnövekedés üteme az nem áll összhangban a vállalatok fizetőképességével, akkor egy nagyon radikális emelés oda vezethet, hogy a vállalkozók tönkre mennek, el kell bocsátani az embereket. Tehát egy rosszul meghatározott minimálbér emelés az munkanélküliséget okozhat. Mi ezzel nem értünk egyet, mert álláspontunk szerint ez megint csak többek között a multinacionális cégeknek való megfelelés kényszerből fakad, ez viszont nem a magyar érdek. A magyar érdek a Fideszen és a balliberális tömbön túli nemzeti harmadik út, amelyet mi képviselünk, és mi úgy képzelnénk el a bérek emelését Magyarországon, hogy svájci mintára bevezetnénk egy ágazati bérminimumot, vagy ha úgy tetszik minimálbéreket, pontosabban fogalmazva, ami azt jelenti, hogy ennél kevesebbet nem, csak ennél többet kereshetnének a magyar dolgozók, és így az általános, akár a jelenlegi minimálbér is tulajdonképpen formalitássá alakulna. Ez lenne az az út, amellyel szerintünk az állam be tudna avatkozni a piaci folyamatokba, túl azon egyébként, hogy az állami cégek dolgozóinak a fizetését is meg kellene emelni, ezzel rábírnánk a multikat, hogy ők is zárkózzanak fel. Összefoglalva tehát, igenis van lehetősége az államnak arra, hogy beavatkozzon a minimálbéren túl
abba, hogy milyen fizetéseket visznek haza a magyar emberek a hónap végén, és ez az az út, ez a harmadik út, amit a Mi Hazánk mozgalom meg akar, és meg is fog valósítani, amint döntési pozícióba kerül, mert ez vezet el ahhoz, hogy végre Magyarországon megkapják a magyar dolgozók azt, ami nekik jogosan jár.